Közel 100 érdeklődő volt jelen az Egri Squash esenyílt napján, amit még a télapó sem hagyott ki. Az Egri fallabda élet megújítását célul kitűző Egri klub kezdeményezésére még az NB1-es férfi kézilabdázók közül is volt, aki ütőt ragadott. Szerencsére nem először játszom, úgy nagyon csúnya lett volna. Nyáron szoktunk az elvonni, amikor több szabad idő van, mert azért edzések között nem biztos, hogy az első játék, amihez nyúlunk, mert piszok fárasztó. A teljesen újoncok mellett a már több éve játszók is összemérhették tudásukat a többiekkel. Variációs lehetőségek száma nagyon nagy, vagy hogy üsse meg az ember a labdát, nagyon érdekes, nagyon mozgalmas, emellett meg jó a társaság is, és hát több kimutatásban is szerepelt, hogy az egyik legkeményebb és legegészségesebb sport, szóval ez is mellette szól. Az egyesület a régió egyik fontos utánpótlás bázisa szeretne lenni. A gyerekek között már igazolt versenyzők is vannak, mint például Macsinka Marcell. Tavasszal voltam áprilisban egy versenyen, ott negyedik lettem, utána már nagyobb korosztályban voltam, ott már utolsó lettem sajnos. Az edzők szerint a fejlődéshez elengedhetetlen, hogy sokat mérkőzzenek a gyerekek, akár nagyobbak ellen is. Lukács Ádám, Ádó, hiába töltötte be a 8. életévét, már 3 éve fallabdázik. Most már sokat gyakorlunk, megütünk. A nyílt napon sokan kipróbálták a játékot, és nem egy szülő jelezte, hogy szívesen elhozná a gyerekét ide sportolni. Januártól várjuk őket szeretettel, régieket, újakat, mindenkit, és januártól lesz egy 10 alkalmas tanfolyamunk, 10 hétvégét ölel át, és utána a gyerekeket pedig be tudjuk osztani saját korcsoport, tehetség csoportokba, és akkor így tudjuk megkezdeni velük a munkát. Az egyesület következő rendezvénye a szombati női és férfi, amatőr és haladó, profi, nyílt fallabda verseny lesz a Rákóczi úti Inves Sportcentrumban. Kezdés 11 órától, bárki nevezhet erre az eseményre.